Üdvözöllek titeket, drága nézőim! Hát igen, gondoltátok volna, hogy egyszer Csasi egy MOBA játékra adja a fejét? Hát ennek is eljött az ideje. Mostanában elég sok szabadidőm támadt, ugyanis hát nincs milyen BF4-es videót mutogatnom, meg egyéb FPS-ek sem nagyon jelentek meg, amik úgy komolyabban lekötötték volna a figyelmem, úgyhogy gondoltam a Free to Play című filmet megnézése után, gondoltam kipróbálom a Dota 2-t, és most ebből láthatok egy rövidke kis epizódot, ami egészen pontosan röpke fél órás lesz, úgyhogy aki nem bírja a hosszú műsorokat, az kérem most hagyja el a helyszínt. Már most Csasi szépen Dota 2-zni fog, és mint látható, enigmát választottam. Mert olyan rejtélyes. Természetesen azért. Amúgy meg ez az egyetlen karakter, amivel jó vagyok jelenleg, tekintve, hogy még noob vagyok a játékban, azt hiszem 3-as vagy 4-es szinten vagyok valahol. De nem tudom, valahogy enigmával tudok érvényesülni a játékba, pedig baromira nem játszottam még vele sokat. De nagyon egyszerű kis trükkje van, ugyanis enigma szeret varázsolni, és ahhoz, hogy varázsoljunk, mana kell, és ha elfogy a manánk, akkor bizony megszívtuk, már nem tudunk mit csinálni, úgyhogy biztosítani kell enigma számára a megfelelő mennyiségű manát. Aki nem ismerni a Dota 2-t, annak elárulom, hogy ez egy Warcraft modifikációból készült játék, ami Dota néven jelent meg, majd ezt lekoppintotta a LOL, és ennek akkora nagy sikere lett, hogy a Valve megvásárolta szépen a Dota 2 nevet, és hát legyártotta a Dota 2-t. Nagyjából ez a történet, jó, itt még voltak valami pereskedések, még ezért, de én ebben nem is mentem bele, meg nem is érdekel. Na. Szóval a lényeg az, hogy megszületett a Dota 2, és hát ez egy kifejezetten e-sportra kitalált játék. Ezt mondom mindannak a tudatában, hogy még beta verzió is volt a játék, amikor elhívták a The International nevezetű bajnokságra a profi csapatokat, ahol 1 millió dollár, összesen 1,6 millió dollár összdíjazásért játszottak Kölnbe, ami mióta megjelent a játék, értelemszerűen csak halmozódik, szóval most olyan 2, nem tudom, valahány millió dollár körül jár. És mint látható, Enigmának van egy olyan különleges képessége, ez az egyik kedvencem, hogy a creepekből, amik a pályán szaladgálnak, ilyen automatikusan kis harcoló, ilyen orkszerű üzék, ne hát az ellenséges creepet át tudja változtatni Enigma ilyen minionjaivá, amik elég szépen tudják darálni az ellenséget és a ellenséges creepeket, és hogyha sikerül legyőzniük, akkor talán még akkor így hatványozódnak is, vagy sokszorozódnak, de a lényeg az, hogy sok van belőlük. És látható, hogy megszereztem a második áldozatomat is, ugyanis itt online játékosok is vannak, egészen pontosan 5v5-ben zajlik a küzdelem. A térkép az mindig, minden esetben ugyanaz, úgyhogy nagy változatosságra ne számítsatok, ezt persze mindig azoknak mondom el, akik nem ismerik a Dota 2-t, hogy nagyjából képben legyenek. A térkép két sarkába található, a játékosoknak a főbéze, van két faj, úgynevezett, egy Radiant, meg egy Dire. Tudom, hogy szarul ejtem ki, de én lusta vagyok angol kiejtéssel, hogy is mondjam, kínlódni, úgyhogy magyarosan ejtem ki, gonosz vagyok, mit tudtam. Na és akkor a lényeg az, hogy ott van az a kettő darab főépület, amit ősnek hívnak, ha jól tudom, de ezeket az ősöket bizony a creepeken kívül ilyen tornyok is védenek, három felől lehet megközelíteni a főépületet, és hát kb. 4 torony kell leküzdenünk ahhoz, hogy nagyjából a főépület közelébe juthassunk. Ja, Istenem, micsoda küzdelem, és már megint itt fog megpusztulni ez a szerencsétlen pára, és megvolna a negyedik áldozatunk is, hát igen. Hát egy kicsit azért az elején én is kínlódtam, gyerekek, megmondom nektek őszintén, mert hát mivel én az FPS világából jöttem át ide a Dota 2-be, hát igen, nagy váltás volt, az tény és való. Na szóval az FPS világából másztam át ide a Dota 2-be, persze nem véglegesen, csak most színesítem a palettámat ezzel. Így egy kicsit így megküzdöttem így az elején, alapból a Dota 2-ben 102 hős van, atya úristen mondom, és mindenkinek külön más a képessége, mit tudom, az egyik hegyi múgy-múgy, a másik vízi múgy-múgy, a másik fentről lő, a másik alulról lő, és ezt még variálhatjuk ezerféleképpen. És akkor még nem beszéltem a tárgyakról, mert hát ebben ugyebár az is van, és mint látható, most itt egy titkos boltot szépen felkerestem, mert hogy van egy sima bolt, ahol megveszed a Tesco gazdaságos managyűjtő cuccokat, meg van egy ilyen Tesco prémium bolt is, és akkor hát itt megveszed a jobb cuccokat, kb. Olcsóbban.
és most éppen szépen beruháztam egy jó kis gyűrűre, ami azt eredményezi, hogy plusz 125% mana töltődésem van, emberek, plusz 125%, ha! Oh! Most már úgy fogok varázsolni, mint fú, hát úgy Gandalf a réten. Na, kicsit emózok még itt, mert hát töltődik vissza az életerő, meg várom, hogy töltődjön a manám is, mert hát arra is lesz szükség, nem kevés. És már is jövök ide vissza középre, mert hát én általában Enigmával mindig középen tanyázok, itt vannak a legjobb fajtok szerintem, meg nem szeretek oldaltot vergődni. Hát most egy ellenséges vardot aztán megsemmisítettünk, és már is megint jön ez a drága jó pacis csávó. Nézzétek, el nekem még a hősök nevét se bifláztam be, mint mert 102 hős nevét bebiflázni azért nem könnyű feladat, és úgy nézem, ez a drága megint meg akar halni. Szerintem arra gyúr a csávók, azt hiszem ennek valami olyasmi a különleges képessége, hogyha egyszer meghalt, akkor még visszajön egyszer az életbe, és akkor mit tudom én miket művel, de hát ehhez az kell, hogy gondolom, hogy hősölje meg, de általában vagy a minionjai ölik meg, vagy én a távolság ízével, szóval ilyen face to face kell, hogy megöljék, valami ilyesmire gondolok. De nézzétek el, nekem én még full no vagyok a játékban, csak így kedvemre mókázok itten. Ó, és megint minionokat várázsoltam elő, és most lehet ezt a csávokát el kéne kapni, csak kicsit rábízom, hogy hát ha a tornyom egy kicsit besegít a feladatba, de hát nem, és még nem tágít innen az illető úriember. Meglepően tapasztaltam, lehet megint varázsolni kéne. Ja igen, ez a Enigmának a másik ilyen nagy varázs képessége, hogy csinál egy ilyen kört, ahol jobban sebződik a ott található enemy, meg kevesebbet tud sebezni ránk, meg nagyjából valami ilyesmi. Jaj, de még nem beszéltem Enigmának az ultimate képességéről, de ez majd inkább a gyakorlatban. Az az egyik fő kedvencem, és ezért is szeretem Enigmát, mert hát az egy igen jó ultimate képesség. És hát igen, megvan az ötödik áldozatunk is, hát a fickó nem törődött a következményekkel, és annak ellenére, hogy kevés volt a HP-ja, úgy gondolt, hogy ott maradt harcolni, hát bejelentem, ez hiba volt. Ó, és ez is ide jött szépen amperkorni, csak hát sok itt a minion, úgyhogy el is menekült szépen. Én meg rábízom a creepekre a tornyok elpusztítását, annál is inkább, mert most megtehetem, hogy most hanyagoljam a fizikai munkát, mondom így. Meg látom, hogy próbálkozik itt azért az ellenség valahogy a közelembe férkőzni, csak még mindig nem jött neki össze 100%-osan. És hát a Dota 2-nek az egyik főbb stratégiája, jó, nem mindegyik hősnél, de Enigmánál mindenféleképpen, nyomassad neki a manát, mint állat, tehát mindenféleképpen olyan tárgyakat kell összeválogassál, hogy annyi manája legyen, hogy folyjon ki a szemén is. A másik az, hogy mindig háttérbe kell lennie, tehát nagyon ritka az, amikor belemehetünk abba, hogy bizony így de hát így szemközelbe úgy összeacsarkodjunk valamelyik hőssel, mert hát Enigma azért nem kifejezetten arra kitalálva, hogy úgy Bud Spencer módjára lezúzza az ellent. Ó, azt hittem megint lesz egy gyilkom, de hát nem. De ez a csávóka már megint idejött amperkodni, hát majd rájön, hogy nem kéne. Jaj haver, már megint fogy a HP-d, mi lesz így, mi lesz így? Hát megvan a hatodik áldozatunk is, és mint kiírt a gépcsaszi megállíthatatlan. Nem, mintha eddig nem akartam volna megállni. Jaj. És továbbra is gyilkoljuk itt szépen a creepeket. A másik nagy előnye Enigmának a többi hőssel szemben, hogy elég egyszerűen tud farmolni creepeket, illetve hát a pálya különböző pontjain vannak ilyen jószágok elhelyezve, amiknek a legyilkolás után is arany és fejlődés jár. Igen, szóval... Mivel ilyen minionokat tud varázsolni, és azok is sebzik a ellenséget, így kb. Elég könnyen tud aranyat szerezni, és aranyaért lehet ebbe a játékba bizony jó tárgyakat lehet venni. És minél több aranyad van, annál fajintosabb tárgyat tudsz venni, és annál legyőzhetetlenebb vagy. Szóval, hogyha rögtön az elején az ellenség nem nagyon állítja meg Enigmát, akkor utána már nem is nagyon fogja. Persze értem, vannak noob Enigmák is, akik úgy álmolyolnak a pályán, de aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni, az nem fog noobkodni. Abba biztosak lehettek, nekem is kb. Pár óra után sikerült rájönnem a titokra. Jaj, hú, de pörög ott az illető úriember, hű, de pörög, jaj, de menekülés van. És tovább harcunk a creepekkel. Ez nem az idegbeteg emberek játéka, annyi szent. Jaj, na, egy tornyot már leromboltunk, úgyhogy menni kéne tovább a következő toronyra. Csak hát most már úgy nagyjából az ellenséges Raident hősök is hát számítanak arra, hogy én errefele fogok somfordálni.
Úgyhogy csak szép óvatosan kell csinálni itt a dolgokat, de mint látható, bemutattam most jelenleg Enigmának az ultimate képességét. Mekkora királyság már képes egy fekvérte lyukat előhozni így a térbe, így beszippantani vele a creepeket és az ellenséges hősöket. Persze ez annál erősebb, minél nagyobb szinten van. Hát én még pici szinten vagyok, úgyhogy nem is tudok vele nagyon gyilkolászni. Kb. Hogyha az ellenséges hősöknek a HP-ja felére csökkent, és akkor közvetlen közelekbe benyomom ezt a fekete lyukat, akkor tudok velük végezni. De ha már a 3/4-es HP-juk van, akkor megúszák élve. Ha csak nem csinálok megint valamit. Ó, és igen, megint vásároltam egy tárgyat, most gondoltam nem fog átadni egy kis plusz védelem, úgyhogy vettem magamnak az összetett tárgyakba egy pajzsot. Ja igen, már nem is beszéltem, mert vannak alaptárgyak, amik hát ilyen semmi extra, apró pénzzel veszel és ilyen kevés plusz képességet ad, meg vannak az összetett tárgyak, amik több ilyen alaptárgynak az összetett részek, drága mint az állat, viszont baromi sok mindent tud. Például megvettem ezt a kardot is, ami még plusz 75% mana töltődést ad, úgyhogy hát nem tudom, hogy ezek összeadódnak-e, vagy nem adódnak össze, de szerintem én úgy vettem észre, hogy határozottabban jobban töltődik a maná, mint ezelőtt, úgyhogy én már csak azért is megveszem, vagyok ilyen galád. És hát ilyenkor már nincs más nagyon teendőm házra, csak varázsolok, és figyelem a minionjaimat akció közben, és tovább varázsolok. Ja, és megint itt van a lovagunk, megint itt van, jaj, megvan a 7. áldozatunk is, új, kemény volt, jó, és itt pörök megint az illető úrömbber. Jaj, azt hittem ezt én ölöm meg, de hát nem jött össze. Mindenesetre azért halálba segítésem is volt már egy kevés. Jaj, a képernyő bal felső sarkában látható, hogy a jelenlegi helyzetben épp ki milyen KD-val rendelkezik. Be lehetett volna más is állítani, hogy kinek mennyi aranya van, meg egyéb ilyen izék, de nagyjából mindenütt én voltam az élen, úgyhogy letoltam ezeket a részeket, és akkor tessék, ott van. Na, most azzal nem variálok, hogy különösebben, mert amúgy meg lusta is vagyok. Jaj, most megint egy kicsit türelmesnek kell lenni. Mondjuk idő, mint a tenger, szóval nagyjából mi gyepáljuk őket, nem nagyon tudnak betörni a mi területünkre, úgyhogy okom nincsen sietni, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy most visszamegyek egy kicsit sétálni. Bevárom a creepjeimet. Ja, Enigmával az egyik kiemelkedően jó taktika, hogyha a saját creepeink mögött szépen a ellenséges creepeket átváltoztatjuk minionra, egyből rájuk is nyomjuk ezt a gyengítő hatósugarat minden. És hát mivel folyamatos hullámban jönnek a mi creepjeink is, például a hordat kerülök, tehát nem szemtől szembe megyek a ellenséges épület felé, hanem mondjuk ugye a balról vagy jobbról közelítem meg a dolgokat, az sok kicsit többet kell olyankor mászkálni. Ó, és még mindig próbálkoznak, hát nem tanulnak ezek semmiből. Ja. Akkor általában, amire már nagyjából odaérek a őshöz, addigra hát szépen fölzárkózik mögé még kettő csapatnyi creep, úgy nagyjából olyan, ha jó vagyok, hogy ilyen 10-11 nehány fős creep sereggel tudok beindulni a város befoglalására, mondjuk, hogy így, hogy és akkor szépen bedöntjük azt a tornyot, hát akkor már olyan volumenű erővel bírunk, hogy nem igazán kell killódni azért, hogy most olyan sokáig bedőljön az a torony, ha kb. Egy olyan 30 másodperc és sikerül, pláne azokkor is, hogyha tartalékolok a minionja varázslattal, és pont akkor nyomom rá, mert akkor még ők is beszállnak a buliba, és akkor onnantól kezdve elindul a darálás. Jaj, már csak ki kell várnunk szépen a megfelelő alkalmat, gyűlik az aranyunk. Az ellenségnek azért gáz ez a helyzet, most nagyon egyrészt nekik folyamatosan harcolniuk kell, de általában le is gyilkolásszák őket, mint ezt az előbb a kollégám prezentált a két fővel is végzett. Most ha vissza akarnak szállni a játékba, és mondjuk nem akarják kiválni a újratöltődési időt, mert minél többször ölik meg őket, azt hiszem annál tovább kell várni. De hogyha egyből vissza akarnak jönni a játékba, van lehetőségük visszavásárolni magukat, amíg hát elég kemény aranyagba kerülnek. Jó, mondjuk az elején nem olyan sok, de utána már eléggé jó összegek szoktak lenni, és így nem tudnak maguknak fegyvert vásárolni, vagy illetve páncélt, vagy akármi mást. És hát ennek az az egyik következménye, hogy mi tudunk magunknak mindenféle cuccot vásárolni, mi csak egyre erősebbek leszünk, ők meg nem jutnak A-ból B-be. Úgyhogy
rögtön az elején érdemes mindig agresszív taktikával nekirontani az ellenfélnek, nem kell szabad, hát mint minden játékban is szabad hagyni az enemit érvényesülni, le kell folytani őket egyből. Ennyi a lényege a játéknak. Ja, imádom ezeket a minionokat, olyan szépek, aj, és olyan jó kis ilyen kis izéket lőnek ki magukból, oj, haj meg, egy gyilkoló szörnyetek vagyok, a 8. áldozatom is megvan, nem hiszem el? Monster kill, jó Istenem. Na, mint látható, az enigmával lehet alkotni, csak türelemnek kell, türelmesnek kell lenni, meg egy kicsit úgy jókor kell jó dolgokat használni. Igen, vásároltam megint közben egy tárgyat. Hát most életet is tudok már lopni, meg aurát elszívni, meg ilyenek, úgyhogy... mint az előbb említettem, ha van aranyad, akkor tudsz beruházni, ha nincs aranyad, akkor Schrödinger maradsz és nem tudsz beruházni, és akkor bizony küzdhetsz a hiába. És hát igen, sikerült megint elintézni egy illető újembert, úgyhogy legyőzhetetlenek lettünk. Igen, minél többet gyilkolunk a játékba, akkor egy ilyen Unreal Tournamentben megszokott hangi mindig benyog valamit, vagy a Quake-be volt, ez már nem is el tudom. Azt hiszem Unreal Tournamentben. Előjön az a kedvenc kis hangunk, és akkor közli, hogy izé Rampage, meg izé Domination, holy shit! Meg nagyjából ilyen frappány beszólások vannak. Jaj, most mit éve legyen? Most kicsit gondolkodni kéne, hogy most egyből betámadjak-e a hőshöz, vagy várjak még egy kicsit, hát ha lefáradnak addig a fiúk. Hát eddig türelmes voltam, már nem itt fogok kétségbe esni, az biztos. Ó, gyere már haver, gyere már, beszéljük meg a dolgot. Kedves lovas kollégánk itt folyt csak a villámokat szólja, csak még nem jött rá, hogy ezzel sok mindent nem ér el, annál is inkább, mert most már töltöm vissza az életerőmet is, és mint látható nem is olyan keveset, és nem is olyan lassan. Meg hát persze vannak itt a kedves kollégáim, és akik még, hogyha én el is bambúnék, akkor gondoskodnak róla, hogy a ellenséges hős jobb létre szenderüljön. Jaj, hölgyem is, uraim. Na, de azért látjátok, azért lehet itt érvényesülni ebbe a játékba, meg el lehet vele tölteni az időt, csak hát azért elég sok. Mondjuk átlagban egy ilyen kör, én azt vettem észre, hogy hát mondjuk ez egy elég gyors körnek mondanám, ez egy fél órás volt. A nem olyan gyors körök egy órát vesznek igénybe. Úgyhogy készüljetek fel, hogy ez bizony tényleg itt agyalni kellett elég rendesen. Az maradjon, maradjon! És nem én öltem meg ezt se. Annyira azt... Még szerettem volna én megölni. Mindegy. Lassacskán a torony is ledől. Mint látható, minionjaim teszik a dolgokat, meg én is, meg hát a kedves kollégáim is, úgyhogy hamarosan egy újabb lerombolt épületnek lehetünk szemtanúim. Na, de közben megint ide jött egy hős. Megvárom a creepjeimet, én nem sietek sehová. Ajaj, és jönnek megint a hősök, és itt egy fekete jók, Na, sikerül végezni vele? Sikerül? Á, és megint nem én öltem meg. Pedig én adtam a fekete lyukat. Gyalázat! Jó van, legyen téd az utolsó falat. Na, legalább a lovas pajt itt van, hát ha vele tudok végezni, na nézzük. Hát, lassú ez még mindig. Mondjuk én sem vagyok valami gyors, de még úgy döntöttem, hogy még mindig nem vásárolok be újabb tárgyat, pedig még van valami azért még kérem, meg hát azért lóvém is lenne már rá bőségem. Na, talán most el tudunk bánni az illető úriemberrel, ó, és azt hiszem most változott, tehát nem tudom mivé. Ja, szívja az életerőmet a kicsi galád, ó, de egy olyan ez. Nem baj, bevártam a creepémet, ó, nem, most kellett volna gyorsan visszamennem rá. Az a baj, hogy ez a egyes varázslatom, hogy egy időre lebénítja, egy másodpercre lebénítja, vagy háromszor, négyszer egymás után az illető úriember, plusz sebzi is. Csak hát ez egy nem egy olyan volumenű varázslat, meg én sem fejlesztettem, nagyon hozzáteszem, hogy ezzel most különösebb kárt tudjak benne tenni, vagy akárkiben. Nem baj, na, bótoljunk megint egy kicsit. Azt mondja, hogy itt szépen a... általában mindig visszaszoktam mászni, vagy a tornyom közelébe, vagy bemegyek mondjuk a titkosboltba, vagy egészen a városig visszamegyek. Ha bemegyünk a városi boltból, értem szóval egyből elkezd feltöltődni az életerőnk, meg a manánk is, mint állat. Tehát ez főleg a végén van ennek jelentősége, amikor gyepáljátok az ellenséget, azok fest oda fognak berohangálni, hogy életben maradjanak, és ott egy kisebb fajta védelem is van nekik, mert ha az ellenség bemegy az ő boltjukba, akkor egy ilyen gépágyúszerű ilyen varázssugár nyalábok, mint a minigán lenne, így szépen kirongyol. És hát elég jól tudod pusztítani. De láttam már példát, hogy valakit ott töltek meg a bolt kellős közepén, csak akkor készüljetek fel, hogy valószínű az illető úriember is ott hagyja a fogát, aki
kivégezte az illetőt. Na és vettem magamnak egy papucsot, ami plusz 50 mozgási sebességet ad. Ez nem egy extra papucs, ez csak egy sima alappapucs. Lusta voltam most vacilálni, hogy hú, most miért fegyek meg, olyat fegyek meg, hát ahogy most nézitek a játékot, különösen nagyobb szükségem nincs is rá amúgy. Csak gondoltam, azért már televeszem magam. És megint így gyilkolásznak a minionok, meg pusztulnak a ellenséges creepek, és jön az arany, húra jön az arany, istenem! Hát már olyan rég öltem hőst, úgyhogy lassan már megint kellene csinálnom valami ocsmányságot. Szépen hagyom előre mászni a creepeket, és azt mondja, megint itt a kedvenc lovagunk, oly, és megy le az élettereje, megy le az élettereje, de most töltődik vissza, ó, és teljesen visszatöltődött, de gyanítom a varázslat most eddig tartott, és sikerült legyőzni. Itt van a következő úriember, és őt is sikerült legyőzni, dupla ölés, jaj istenem, de szép volt. Egyszer volt ultra killem, de hát az egy vesztes mérkőzés volt, csak jókor nyomtam el jó helyen egy ultimate képességet. De ne izguljatok gyerekek, eljön még annak is az ideje, amikor Chassis bizony tarolni fog. Ahahaha. Na, menni kéne tovább. Megvan, hát 11 hőssel tudtunk idáig végezni, és 0-szor haltunk meg, hát ez KD-nek egész jó idáig. És leromboltuk a következő tornyot is, úgyhogy lassan most már megyünk a főépületre, csak előbb a barakkokat kell elintéznünk. Ezekből a barakkokból jönnek a creepek. Ha elpusztítjuk az ellenségnek a barakjait, akkor a mi creepeink erősebbek lesznek, és ha erősebb creepek támogatnak minket, akkor bizony az ellenségnek még annyi esélye sincsen. Bizony el fog pusztulni. Jaj, ez a fantom már megint lelőtte a lovagot, pedig én akartam megölni, jó, de olyan vagy. És megint itt vannak az ellenséges creepek, akik szeretnek minionnál változni. És már annyi aranyam van, hogy ennyivel már nem is tudok mit kezdeni. Na, talán vele sikerül végezni. És megint nem én végeztem vele. Ah. Na jó, van, nem sajnálom tőletek, de hát ez jó lenne már, hogyha én is jöhetnék. Ja, és a minionoknak az egyik főbb haszna, hogy baromi jól lehet velük épületeket rombolni. Azt viszont tudni kell, hogy amikor megidézünk egy adag miniont, és mondjuk a környékükön lévő creepeket elpusztítjuk, és netán-tán a vonzás közvetükben nem található újabb ellenség, akkor ők bizony nem mozdulnak sem erre se, hanem maradnak egy helybe. Bizony. Úgyhogy nagyon el kell találni azt a pillanatot, meg jó kell időzíteni, hogy mikor varázsoljunk minionokat. Már hogyha jön a következő hullám creep, akkor azokra is rá meg szépen, és akkor megint hatványozódnak, és így tovább, kb. Egy perc élettereje van a minionoknak, de ez alatt az egy perc alatt elég szép pusztítást tudnak végezni, annál is inkább, hogyha ilyen épületes környéken vagyunk, mert azokra automatikusan rámennek, ami ellenség és az ő hatáskörükön van, akkor egyből nyomulnak gyilkolászni. Ó, és megint itt egy úriember, talán ki tudom végezni, nem tudom kivégezni. Majd most! Éj, sikerült! Megvan a 12. áldozatunk! Hú-hú. Micsoda küzdelem ez, kérem szépen, hölgyeim és uraim! Sose gondoltam volna, hogy Dotában valaha ilyenekre leszek képes, de hát néha előfordul ez. Jó, mondjuk ez egy public server, de mivel én soha életemben nem voltam klánban, meg hát sajnos mivel családapa vagyok, időm sem nagyon van rá, így csak így tudom nektek bemutatni a játékot. De ha ti kedvet kaptatok hozzá, akkor nyugodtan át, na most ezt elszúrtam ezt a fekete lyukat, de egy látványelemnek megtette. Ha kedvet kaptatok hozzá, akkor a havarokkal ezt nyugodtan nyomathatjátok, annál is inkább, mert ha kimentek Németországba, Kölnbe, ott még pénzt is keresettek vele, csak meg kell nyernetek a The International-t. Hát ott azért nem kevés lóvé van. Fú, de rossz belegondolni tényleg, hogy ennyi lóvé egy játékra, vagy hát nem rossz belegondolni, csak fú, na mindegy, ez egy kicsit ugyan melbe üti az embert, hogy itt Magyarországon túró nincsen, viszont külföldön nem is olyan messzire Németországba. Azt hiszem Németországban van körül, igen, már most nem tudom, na igen, valószínű. Ja igen, ott meg hegyekben áll a suska, arra várva, hogy a játékosok megkaparintsák. Valaki felfigyelhetne már, hogy itt vannak ilyen kis országok, ami rogyásig van játékosokkal, csak lóvé kéne nekik. De hát nem tudom, lehet, hogy rövidesen nagy mérföldkőhöz érkezik ez az ország is. Előbb-utóbb el kell jusson ide is minden más, ami nyugaton megtörténik. Annál is inkább, mert mindig azt másoljuk. Ó, és megvan a 13. áldozatunk is. Oly, de jók vagyunk, Hát az ellenfél tényleg nincs a helyzet magaslatán.
Próbálnak ugye idejönni, hogy hát ha lesz velük valami, de hát mondjuk ugye a creepek komolyabb ellenállás fejtette ki a jelenlegi kör alkalmával, mint a hősök, de most hát ezt szegény creepeket ne sértsük meg ezzel. És, ja igen, ez az utolsó két torony, amit még le kell döntenünk, és onnantól kezdve jön a főépület. Ó, és már megint próbálnak itt minket meggyepálni, jajajaj, menekülni kéne. Mindig érdemes egy biztos távolságot tartani, mert hogyha még egy hős jön enigmára, mikor már úgy fel van fejlődve, meg tele van a tárgy, akkor nincsen gáz, simán ne bánik vele, különösebb gond nélkül. Viszont, ha már kettő-hárman egyszerre rászállnak, mert már annyira felhergelted őket, akkor bizony ott már bajok vannak, hogy sürgősen menekülésre kell fog. Nem egyszer volt már, amikor kikergettek a világból is. Ó, és megint jön a kedvenc úriemberem. Talán tudok vele végezni. Na nézzük, egy lövés, még egy lövés, és már van a 14. áldozatunk. Na, úgy nézem, ezek szeretik a halált. No, itt van még egy, hát ha ezt is sikerül megcsípni. Jajajajaj, lőni kéne, csak jókor, jó helyen, most megint magára nyomott valami láthatatlanság, akármit. Á, de ez nem tartott olyan sokáig, és hello, szia, és nem én öltem meg. Szágej. Akkor se lett volna jobb neki a hénalom meg, na. Egy tornyot már sikerült közben lerombolni, meg azért a creepek is itt foglalkoztak a dolgokkal. Ez itt az utolsó torony, és mint látható, ott van mellette a főépület, amit hogyha szépen szétzúzunk, akkor bizony májerek leszünk. Hú, de még nem is akár milyen májerek. Már megint jön a lovagunk. Hú, hát erre most rányomtuk mindent, ami létezik a világon. Hú, kapott is bőven. És mint látható, a kis minionjai meg is indultak az ellenséges hős után, hisz volt ellenség a közelükbe, és itt látható, mennek befele rájuk, itt ez már itt a bolt területe, és ez az a varázs minigunos lézer sugár, ami próbálja őket megvédeni a szörnyű pusztulástól, de hát ez nem mindig jön össze. Engem meg itt közben a creepek zaklatnak, de hát már is újabb minionokká lettek. Isteni jó ez az enigma, sokan pedig a Dota 2-sök azt mondják, hogy ez nem valami jó hős, nem tudom, én sírnék érte. És el is kezdtük pusztítani a főépületet, gyanítom már olyan sok minden nem fog itt történni. Hát még itt ez az illető úriember próbál, majd azt hittem már be tudom tippantani a fekete lyukamba. Azt meg előttem ölte meg. Na jó van, és hölgyeim és uraim, látható, ez volt a Dota 2 első, mondjuk úgy ilyen túravezetésem enigmával. Remélem tetszett ez a rövidke kis műsor, amivel szolgáltam nektek. Hát én élveztem ezt az összecsapást, így halál nélkül egész izgalmas, meg úgy élvezhető. És itt látható az eredmény. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket.